Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Az elmúlt alkalommal az imádságról kezdtünk el elmélkedni és közösen gondolkodni, az imáról, aminek nagyon fontos helye és szerepe van mindannyiunk életében. Az imáról, ami Istennek a megszólítása és az Istenhez való fordulásunk. Arról elmélkedtünk az elmúlt alkalommal, hogy az imádság Istennek az ajándéka, ő teszi lehetővé azt, hogy szóljunk hozzá, hogy megszólítsuk őt, és a Szentléleknek a működése bennünk. A következő, amit a katekizmusunk az imádsággal kapcsolatban megjegyez, és a figyelmünk elé hoz, az az, hogy az imádság mint szövetség. Találkozunk ezzel a szóval már a Szentírásban is nagyon sokszor, akár az Ószövetség, akár az Újszövetség kapcsán, akár annak kapcsán, hogy az Úristen megígéri például Jeremiás próféta által, hogy új szövetségre lépek az én népemmel, akár ott, hogy mindig tudatosítjuk önmagunkban, hogy Krisztus kiontott vére az az új és örök szövetségnek a vére. És az imádságnak is a szövetséghez van köze, ahhoz van közel. Honnan fakad az ember imája, kérdezi a katekizmusunk. Bármilyen is az imádság nyelvezete, a mozdulatai és a szavai, mindig az egész ember imádkozik. De hogy rámutasson a helyre, ahonnan az imádság fakad, a Szentírás néha lélekről vagy szellemről, leggyakrabban azonban a szívről beszél. Ahogyan hallottuk az elmúlt alkalommal is azokat a szavakat, amelyeket kis Szent Teréztől idéz az egyház, hogy az ima a szív lángolása. És az imádsággal kapcsolatban gyakran beszél a Szentírás a szívről. A szív az, ami imádkozik, vagy aki imádkozik, ha ez távol van Istentől, hiába való imáról beszélni. Egyik alkalommal a próféta, Izajás próféta olyan szomorúan jegyzi meg az Úristennek a szavait és gondolatait, amikor azt mondja, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Nyilvánvaló az, hogy amikor imádkozunk, akkor legtöbb alkalommal bizonyos szavakat, szövegeket mondunk. Legyenek ezek akár előre megtanult, vagy betanult, kötött ima szövegek, vagy akár saját szavainkkal elmondott ima szövegek. De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ha csak a szánk mondja az imádságot, az még csak fél imádság. Sőt, sokszor bizonyára találkoztunk mi is azzal a jelenséggel, hogy leülünk a legnagyobb jó akarattal és a legnagyobb jó szándékkal, és imádkozunk, de egyszer csak azon veszük észre magunkat, hogy a szánk mondja az imádságot, sőt lehet, hogy néha meg is állunk és elgondolkodunk azon, hogy hát hol is tartottam vagy hol is vagyok éppen az imádságban, és bizony ott van az a szomorú tapasztalat, hogy nagyon gyakran a szánk mondja a szavakat, a gondolatokat, de a szívünk távol van az Istentől. Ezért az első és legfontosabb, hogy a szívünket emeljük az Úristenhez. Nem lehet csak úgy belevágni az imádságba, föl kell készülni, időt kell adni a szívnek is ahhoz, hogy megnyíljon az Isten színe előtt. Nagyon hamar megnyílik a szánk, sokszor olyasmire is megnyílik, amit nem kellene mondani, de annál lassabban nyílik meg a szívünk. Annál több időt kell adni a szívnek, hogy ráhangolódjon, Isten jelenlétébe helyezze önmagát, és valóban alkalmassá váljon arra, hogy az Istent megszólítsa, és ne csak hogy megszólítsa, hanem az Istentől választ is kapjon. A következőkben azt mondja a katekizmusunk, hogy a szív a lakás, ahol vagyok, ahol élek. A szív az a legbelsőbb szobám, az egyedül lévő szoba, ahol én vagyok és az Isten. Egyszer az Úr Jézus is azt mondja az imádsággal, hogy zárkózzál be a legbelső szobádba. Na ez a szoba a szívünk. Ez a mi rejtett központunk, amely megfoghatatlan értelmünk vagy mások számára. Az a központ, amely csak Isten lelke mérheti meg, és Isten lelke mérheti fel a mélységét, és ismerheti meg azt. Ez a szívünknek a belseje. A szív az nem más, mint a döntésnek a helye, a fizikai törekvéseinknek a legmélyén. A szív az az igazság helye, mondja a katekizmusunk, ahol az életet vagy a halált választjuk. A szív az a találkozásnak a helye, mert Isten másképpen kapcsolódik életünkhöz, a szív a szövetségnek a helye, az Istennel megkötött szövetségünknek a helye.
Isten nem csak a néppel, a választott néppel, vagy az új szövetségi választott néppel, hanem személyesen velem és veled is szövetségre akar lépni. Az imádság, mint a szövetségnek a helye, az a hely, ahol én és az Isten újra és újra megerősítjük, felelevenítjük egymással kötött szövetségünket és szeretett kapcsolatunkat. Éppen ezért nagyon figyeljünk arra, hogy amikor imádkozunk, akkor ne csak az ajkunk, hanem a szívünk is, sőt elsősorban a szívünk nyíljon meg az Isten előtt, a szívünk érezze meg az Isten jelenlétét, és a szívünkben erősödjön meg a szeretett kapcsolat, amely én és Isten között van. Amen. Dicséretessék a Jézus Krisztus!